Több változást is hozott a 2015-2016-os tanév a felnőtt oktatásban. Ingyenes ezentúl a második szakképzés. Megyeszerte több mint 15 telephelyen felsőkorhatár nélkül várják a 16. életévüket betöltött tanulókat, akik érettségit is szerezhetnek a Csokonai Vitéz Mihály középiskolában, hiszen az érettségi nagyon sok szakképesítés előfeltétele. A stúdióban köszöntöm az intézmény tulajdonosát, Bakó Teremi Bernadettet. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Ezek a legfőbb változások a 2015-16-os tanévben a felnőtt oktatásban, amit az imént említettem, az, hogy nagyon sokan szeretnének szakképesítést szerezni, nem egyet, akár többet is, hiszen tudjuk, hogy a munkaerőpiac manapság rugalmas, és elvárják az embertől azt, hogy akár érettségi mellett egy vagy kétféle szakma típushoz is értsen. De ahhoz, hogy szakmát tanuljanak és felsőfokú szakképesítéseket szerezzenek, érettségit kell tenniük. Azok, akik korábban a hagyományos képzési formákat választották, és netán csak szakiskolát végeztek, vagy olyan szakmunkásképzőbe jártak, ami után nem tettek érettségit, most megtehetik. Sokan vannak-e ezek a diákok, ezek az emberek, tanulók, felnőttek? Igen, elmondhatom, hogy egyre nagyobb az igény erre az oktatási formára, amit mi képviselünk. Az új OK-éval ugye egyre több szakma most már érettségire épül, és a Csokonai Vitéz Mihály középiskola nagy szeretettel fogadja azokat a tanulókat, akik a 16 éves életkorukat már betöltötték, és szeretnének érettségit szerezni. Ez ugye már egyre több szakképesítésnek az előfeltétele, és nagyon sok munkahely is elvárja már az érettségi meglétét, sőt, sok munkahely kötelezi a munkavállalóit ahhoz, hogy tovább tudja foglalkoztatni őket, hogy az érettségit szerezzék meg, ez lehetőség most már a mi iskolánkban is. Ugye egy irányváltás figyelhető meg a szakképzésben is, de a középfokú oktatásban is, és nem is ettől a tanévtől, hanem a következőtől lesz jellemző az, hogy a gimnáziumok szakgimnáziumokká alakulnak, majd a középiskolák, vagy a szakiskolák elnézést szakközépiskolákká alakulnak, ami már azt jelenti, hogy mindenhol kell az érettségi, vagy kötelező lesz, illetve lehet érettségit tenni. Sokszor az volt a baj azokkal, akik csak gimnáziumokban jártak, hogy a képzési palettán keveset ért az érettségiük, a munkaerőpiacon még inkább keveset, és utána kellett szakmát tanulni, most fordítva is megtehetik ezt. Mi a jellemző, kik azok, akik jelentkeznek önökhöz, vagy az ilyenfajta intézményekben, mint az önöké? Teljesen változatos ez a paletta. Ugye a 16 éves életkor elég vonzó azok számára, akik például nappali rendszerből esti rendszerbe átkerülve esetlegesen már fiatalkorban rákényszerülnek arra, hogy munkát vállaljanak és munkavállalókká váljanak, ezért is vonzó ez a képzési oktatási forma. De vannak nálunk idősebbek is, akik ugye kényszerből kerültek hozzánk, illetve úgy gondolják, hogy saját gyermeküknek is példát mutatva úgy döntenek, akár 40 évesen vagy 50 évesen, hogy ők igenis megcsinálják az érettségit, és a gyerekükkel együtt akár leérettségiznek. Mennyi idő alatt szerezhető meg az érettségi önöknél? Hát ez ugye attól függ, hogy milyen előtanulmányokkal rendelkezik az adott tanuló. Abban az esetben, hogyha 8 osztályjal rendelkezik, akkor 3 év alatt, ha pedig valamilyen szakmája már van, akkor ezeknek a tantárgyaknak a beszámításával, illetve különbözeti vizsgákkal akár 2 év alatt is érettségihez lehet jutni a Csokonai Vitéz Mihály középiskolában. Ugye abban a szempontból is fontos, hogy érettségivel rendelkezzenek, egyrészt a munkáltató elvárása, másrészt pedig, akinek mondjuk valamilyen szakmunkás végzettsége van, vagy szakképesítése, de még nincs érettségie, látja azt, hogy például a közalkalmazotti bértábla szerint nagyobb bérhez, több fizetéshez is jut, egy másik kategóriába sorolják át, hogyha érettségivel rendelkezik. Mit mondanak az érintettek, mennyivel járnak jobban, hogyha érettségiük is van? Hát mindenképpen ez egy anyagi előmenetelt is jelent, illetve egy erkölcsi előrébb lépést is, tehát több tanuló van, aki addig közmunkás volt, és mondjuk utcát csepelt, ezt követően pedig egy adminisztrátori munkakörbe kerülhetett be, vagy sokan munkát szereztek ezáltal, hogy érettségihez jutottak, vannak sikersztoriaink. Az önök iskolájának van egy hálózata, szinte a megye egész területén elérhetők önök. Hogyan, miként találják meg önöket, találhatják meg önöket, és hol juthatnak hozzá a képzésekhez?
Hát a megye számos pontján ott vagyunk. Nyíregyházán már ettől a tanévtől 3 helyen is meg lehet minket találni, és ezen kívül pedig a megyében 15 helyen vagyunk jelen, tehát azt mondhatom, hogy akárhol is lakik a leendő tanulónk, nagyon könnyen eljuthat a legközelebbi iskolánkba, szerintem egy olyan 10 kilométeres körzeten belül. A www.csokonaigimi.hu honlapon lehet tájékozódni a telephelyeinkről, illetve a beiratkozás feltételeiről, és a központi irodánk pedig a Geduli házban található a Luther utca 5 szám alatt, és várunk mindenkit szeretettel. Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy szeretnének tanulni, szeretnének tovább tanulni, de amikor mondják, hogy mégsem fognak bele, vágnak bele egy-egy iskolába, oktatásba, akkor azt hozzák föl, hogy nagyon sokba kerül a tanulás, nagyon sokba kerülnek a képzések, több fajta féle képzés önköltséges. Hogy van ez önöknél? Nálunk nincsen tandíj, illetve nincsen regisztrációs díj sem, és mivel ugye a tanulói nagy része sajnos hátrányos helyzetben él, ezért nem terhelünk senkire olyan költséget, ami felesleges és megterhelő lenne. Oktatási segédanyagokkal próbáljuk segíteni a tanulásukat, és nincsenek olyan költségek, amik őket megterhelnék. Meddig lehet jelentkezni? Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen a tanév tulajdonképpen szeptember 1-ével elkezdődik a köznevelésben. Igen, hát még ezen a héten lehet hozzánk jelentkezni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.